Ez itt a Sláger TV híradó, a magyar Sláger TV hírműsora. Szép napot mindenkinek, én Szili vagyok. A Sláger híradóban beszámolunk a zenei világ legfrissebb történéseiről, belesünk a kulisszák mögé, nálunk a zenészek elmondhatják a véleményüket, és ha kell, tisztázzuk a hamis híreket is. A mai adásban egy olyan koncertre látogatunk el, ahol hazai rockzenészeink színejava képviseltette magát. Ki a színpadon, ki pedig pusztán, barátként, rajongóként. Vasárnap ünnepelte 55. születésnapját Jankai Béla, a legendás prognózis billentyűs zeneszerzője. A 80-as években tündökölt új hullámos rockzenekarban olyan slágerek fűződtek a nevéhez, mint a Hajsza közben vagy a Tele van a város szerelemmel. A zenekar feloszlása után pedig több mint 100 hanglemez készítésében vett részt, mint hangszeres, zeneszerző vagy hangmérnök. A parádés szereposztású koncerttel egybekötött születésnapon Jankai Béla mellett színpadra állt Benkő László, Debreceni Ferenc, Vörös István, Vikidál Gyula és Varga Miklós, valamint a zenész ikon két új formációja, a B52 és az Irigy Hónaj Mirigyes Sipos Tomival felálló Triász is. Jöjjön tehát exkluzív helyszíni beszámolónk a Jankai 55 című látványos sztárparádéval fűszerezett nagy koncertről. Most lesz 28 zenész a színpadon, és a stáb az teljes egészében 83 ember, tehát ezt úgy, és persze sokan segítenek, akik a koordinálásban segítenek, de azért elég komoly mennyiségű emberrel vagyunk itt, és technikával. Azt kell mondanom, hogy nem erre számítottam, tehát én igazság szerint úgy gondoltam, hogy így a baráti kör, meg a haverok, meg eldötyögünk, kicsit játszunk is. Aztán hirtelen így elkezdtek fogyni a jegyek, és úgy látszott, hogy erre mégis van ilyen érdeklődés, úgyhogy ezt akkor komolyra kellett venni. És hát egy picit, szerint lehet, hogy egy kicsit túl is toltuk, ahogy így nézem. Tehát azért majd nézzék körül a színpadon, jól főhalmozva. Négy teherautó csak a hangszereket hozta. Sikerült azt a utolsó hétre hagyjam, hogy már nem kellett se a lemezzel, se a könyvvel foglalkozzak, és az utolsó hét az már szigorúan csak ezzel a koncerttel, illetve hát ennek az előkészületeivel telt el. Úgyhogy szerintem itt vagyok. Vagy legalábbis próbálok minden tekintetben itt lenni. Jankai Béla nagyon régen a barátom, ő prognózisban játszott. Talán először valamikor Kisvárdán voltunk, én a Varga Mikivel játszottam 85-ben, és ők a prognózissal. Igazán akkoriban ismerkedtünk meg, de azóta is nagyon jó barátok vagyunk. Nagyon szeretem, kölcsönösen tiszteljük egymást. És ő 55, én 65. Meghívott a születésnapjára, és én boldogan eljöttem. Bélus egy fantasztikus figura, akivel televíziót csináltunk, rádiót csináltunk, hát természetesen nagy lemezeket, és annyi koncertet végigjátszottunk, amit ha ma számokban összeveszi az ember, hihetetlen mások számára. Drága Bélám, a jó Isten áldjon, és így tovább együtt, külön, aztán mindannyian együtt, ameddig élünk. Az én pályámnak eléggé csak a felén kattant be, jött az életembe a Béla történet, ami nagyon pozitív. Elsősorban
mint szakmailag, mint billentyűs, abszolút pozitív volt, ahogy hozzááll az egész dolgokhoz. Amikor elkezdtük a zenekart, az Omegát bővítgetni, akkor ő volt az első igazán aktív ebben a dologban, és hát az, hogy jó kollega, nagyon jó vele a színpadon játszani, ezen kívül az úton, amikor hosszú utakon Erdélybe sokat, egy párszor az elején vele jártunk Erdélybe, hosszú utakon a sztorizás az valami hihetetlen, hogy milyen szinten jó hangulatot tudott maga körött teremteni. Köszönet és hála, hogy meghívott a mai 55 éves születésnapjára, és hogyha most átkattanok az Omegára, ugye mi meg 55 vagyunk, hát szerintem ő is még meg fogja az 55-öt élni a színpadon is, de mint zenész, vagy mint zenekaritag. Hogy látod, hogy kicsit be van tojva azért a mi Bélánk? Béla nagyon. Azt hiszem egy hónapja, másfél hónapja folyamatosan próbálunk. Ugye csináljuk az új lemezt is, úgyhogy egy párszor nem csak velem, a zenekar összes tagjával összeveszett, úgyhogy, de tényleg, tehát volt már ilyen. Reméljük, hogy most ez minél előbb túl lesz rajta. Most jön, nem jön. És talán holnaptól újra a régi kerék vágásba fogunk visszatérni. Valamikor 92-ben szemültött kéne egy szóló lemezt csinálni. Most megtörtént ez a szólalem, és ki más lehetne egyik billentyűs és fő konstruktor rajta, mint Bélus. Úgyhogy egész komolyan, bensőségesen Bélussal akkor ismerkedtem meg, azóta szerintem töretlen, hiszen akkor találtuk, hogy csinálunk egy zenekart, ez lett aztán a Boxer, és félig meddig alkalmi csapat, mert mindenki mellette tette a dolgát. De azért a Boxernek is volt egy nagyon érdekes világa, pont attól, hogy három énekes és az öreg rókák, egy kicsit élveztük azt a zenét, amit addig csináltunk. És ebben tökéletes partner volt a Bélus. Azt gondolom, hogy hála Istennek, hogy itt egész idáig rendben van. És itt mondhatom el, hogy egyik olyan ember ebben a szakmában, akire mindig lehet számítani, soha nem volt még olyan, hogy nem. Soha nem fordult elő, hogy most nem tudunk együtt bármit is megcsinálni. Tehát egy nem csak mint zenész, hanem mint ember is nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy példaként állítom nagyon sok fiatal zenész elé, egyike azoknak a Bélus, akiktől lehet tanulni nem csak szakmailag, tehát nem csak zeneileg, hanem emberileg is nagyon-nagyon sok minden. Úgyhogy őt Isten éltesse őt. Szerinted mi Jankai Bélának a titka, hogy ennyien szeretik és ennyien szeretitek? Az alázat, azt hiszem, hogy a kollégákkal szembeni alázat, a műfajjal szembeni alázat, ő nagyon szereti azt, amit csinál, és ez lejön a színpadról. És most már immáron nem tudom hány évtizede, több évtizede. Ez a mai koncert az ékes bizonyítéka arra, hogy Jankai Béla letett valamit az asztalra, mert nem szólista, hanem egy billentyűs, aki ugye mindig egy zenekari egésznek a része, és ahogy nézek ki az utcára, hogy hosszú tömött sorokban állnak az ő nevére az emberek, ez azt jelenti, hogy tényleg letett valamit az asztalra, és erről az emberek is tudnak. Én mindenkinek azt kívánom, hogy legyen olyan szép pályája, mint a Jankai Bélának volt eddig. Mit gondolsz, hogy mi a titka Jankai Bélának, hogy ennyien szeretik és ennyien szeretitek? Az az empátia, ami belé szorult szerintem a születésénél fogva, egyszerűen ennyi, és hát fantasztikus zenész. Egyrészt dolgoztunk igen az Omegában, aztán volt egy közös produkciónk a Bulldozer, akivel lemez is jelent meg, és hát nagyon sok mindenben segítek neki, hát elárulom, hogyha el lehet árulni, hogy gyakorlatilag mi rokoni viszonyban vagyunk, ő az én sógorom. Kicsit más ez a mai nap, mint a többi, akármilyen nagy koncert, hiszen róla szól. Hát persze, hát ez egy nagyon nagy dolog. Hát gondolom, hogy egyfajta mérföldkő az ő életében természetesen, és mindnyájunk életében, hiszen hát van, aki már, mint például én is eljutottam ugye erre a pontra, de hát vannak, akiknek ez majd egyszer csak el fog jönni, tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy egyrészt nagyon jó dolog, hogy ilyen koncertek vannak, hiszen nagyon-nagyon komoly szereplőgárda jön össze, nagyon komoly barátok, ismerősök, rokonok, barátok, haverok, mindenki az égett a világon, kollégák vesznek részt a dologban, és hát ami a legszebb az egészben, hogy önzetlenül. Oh,
az, ami így hirtelen eszedbe jut Jankai Béláról? Az, hogy 18 éves volt, amikor bekerült a zenekaromba, ugye a Prognózisba, és együtt elkezdtünk ezen a projekten dolgozni, és lehúztunk 7 évet együtt. Nagy kaland volt, és nagy dalok születtek, ugye Tele van a város szerelemmel, Hajsza közben, és így tovább. Örök emlék, így indultunk, és utána 7-8 év után pedig mindannyian elindultunk a magunk útján. Én is, Béla is, és mivel hogy most éppen 55 éves, örültünk, hogy újra találkoztunk. Egyébként mi tartjuk a kapcsolatot, heti kapcsolatban vagyunk. Hol zeneileg, hol stúdióban segít a Béla. A Béla az a típus, aki mindenkinek segít, legalábbis nekem mindig, és a Bélára mindig lehet számítani, és ez a legnagyobb dolog. A billentyűsök között kevés frontember volt, talán volt az Elton John, talán volt a Emerson, hirtelen több nem jut eszembe, így van. Tehát egy billentyűs az valahol mindig oda van ragasztva a billentyűi köré. Egy énekes, meg egy gitáros az odáll a mikrofonhoz, és osztja az észt, mondja magáét, és húzza magára a közönséget. Ez a mi feladatunk. Bélával a következő 50 évet együtt tervezed? Közvetlenül nem, de közvetve igen, azért, mert megszűnt a Prognózis, attól mi még kapcsolatban vagyunk, és hol én hívom meg a saját produkciómba, hol én megyek majd ő hozzá, mint ahogy ma is megtörtént, és mi tulajdonképpen hálával tartozunk egymásnak, hiszen együtt indultunk, egymáson nevelkedtünk, közös dalaink vannak, mi valahol össze vagyunk kötve az alapoknál. Billentyűs Béla, gratulálok! 55 év, soha nem hittem volna, amikor 18 éves voltál, hogy az 55. születésnapodat itt fogjuk ünnepelni. Gratulálok! Legjobban azt kell átgondolni, hogy mit fogunk ezután csinálni. Én személy szerint a magán ügyeimbe, illetve a munkáimba szeretnék egy kicsit visszavenni, és jobban a zenekarokra összpontosítani. Tehát ez most a terv legalábbis, hogy ebben mi lesz, azt még nem tudom, de szerintem sikerülni fog. Ha a Jankai neve felmerül, akkor milyen gondolatok és érzések fogalmazódnak meg benned? Hát gyakorlatilag ugye az, hogy nagyon régóta ismerem, ez egy dolog, de az, hogy az én nagy lemezemet ő csinálta, az egy másik dolog. Azon kívül gyakorlatilag nagyon jó barátok vagyunk. Jankai Béla az én barátom, nagyon sok évvel ezelőtt lettünk barátok, nem is emlékszem, hogy 20-nál is több, 30, és én úgy gondolom, hogy ez az egész magyar zenész szakmában az egyik legjobb, de ezt úgy is értem, hogy a legjobb szívű, legjobb ember és a legjobb barát. Nekem a mai részvételem ezért fontos. Én nem fogok énekelni ma, hanem csak beszélni, meg énekeltetni kicsit a közönséget. Segítek neki abban, hogy flottul menjenek a dolgok. Az izgulását, az izgalmát mindig melóval kompenzálja, és most is az utolsó percben, és ott még a Hammond körül, meg mindenhol van egy kis mozgás. De én azt gondolom, hogy nagy kő esik majd le a szívéről, de neki ez fontos volt. És nekünk is fontos, mert az énekeseket sokszor ünneplik, és az énekes sokszor elmondja a zenekari sztoriát, elmondja, mert megteheti, mert ő van középpontban, de a billentyűsök nagyon ritkán jutnak ehhez. És én azt hiszem, hogy ha valaki, akkor ő nagyon sok sztorit élt meg, nagyon jól dumál, nagyon jól zenél, tehát nagyon megérdemli azt, hogy centrumba, vagy fókuszba kerüljön. Béla, hát én csak azt akarom mondani neked, hogy a Jóisten éltessen sokáig, és hogy soha nem felejtem el azt a sok mindent, amit kaptam tőled, és remélem egy részét már vissza is tudtam adni. Rengeteg projektben dolgozol és dolgoztál a Bélával, mégis úgy érzem, hogy ez a mai nap más, mint a többi, ugye? Abszolút. Gyakorlatilag az évek alatt, amit együtt dolgoztunk, ez egy elég erős, nem akarom azt mondani, hogy lezárása, de egy állomás ennek az egésznek, mert itt összegyűltek a dolgok.
a B52-vel is, Tiásszal is, meg minden stúdió projektben, amiben voltunk, a könyve, ami megjelent, nagyon sok sztorit tudok egyeneságról. Így azt hiszem, ez egy nagyon fontos állomás most. Szóval a színpadon mindig fénybe áll, meg megszokta ezt a dolgot, de most nagyon rám fókuszál. Úgy érzi, hogy minden lámpa, minden szem rajta van, ami egy kicsit így is van. És azt hiszem, ez mindegyikünknél, aki törődik azzal, hogy úgy csinálja dolgokat, ahogy csináljuk, az izgul mindig. De ez most különösen látom rajta, szoktuk is húzni vele egy kicsit az utóbbi napokban, hogy nyugi, minden oké lesz. Ez csak egy másik buli. Ürött levél, asztalon, felszáradt köncsel, abból, hogy Jankai Béla 55. születésnapja és a névnapjának a tiszteletére hagytad meg a szakálladat? Ez teljesen igaz. Múlt héten voltam egy kicsit kikapcsolódni, amíg ők próbáltak, addig én elazultam, és arra gondoltam, hogy avval lepem meg őket, mire akkor hazaérek, hogy kicsit más fazont adok ennek a mai bulinak, legyen ez egy ilyen, hát hozzáöregítettem magamat a Bélához, na, az a lényeg. Hát ha valaki valamit nagyon szeret csinálni, az lejön a színpadról, és az átragad a nézőkre is. Én azt gondolom, hogy nem az a legfontosabb, hogy ha valaki a világon a leggyorsabban játszon a zongorán, vagy a világ legmagasabb hangjait énekelje ki, hanem egyszerűen az emberekre át kell ragasztani azt az életérzést, azt az örömérzést, amit neki a hangszer vagy az éneklés jelent, és ez a Bélánál is így van, és azt gondolom, ma este itt fellépő művészek egyaránt mindenkinél így van, hiszen úgy látom, hogy tele lesz, teljes teltházzal megyünk, és az emberek örülnek, hogy olyan egyéniségeket, énekeseket, együtteseket láthatnak ismét a színpadon, akiket régóta nem láthattak, vagy ritkán láthatnak. Vannak olyan frontemberek, akik hangszeresek, például a Béla egy hangszeres frontember, már a prognózisban is kiszúrtam, hogy tologatta leföl a helyemondot, ami nagyon ritka, ugye a billentyűsök tényleg általában ilyen statikus helyzetet vesznek föl, ő sosem volt ilyen, ő mindig dobálta magát a színpadon, sőt, azoknak kerekeken guruló orgonája volt, és ott borzalmasan viselkedett vele, amíg a budai ifjúsági park színpadán leföl tologatta, mondott, hogy jó Isten, föl fog borulni az a cucc, meg dölöngélt, úgyhogy ez jó poén volt, tehát ilyen a Gidó is, vagy egy-két őrült művész, de hát vannak olyanok is, akik szépen nyugodtan bezserézett hajjal leülnek és szépen zongoráznak, hát azokat meg szeressék a fiúk. Mit gondolsz, mi a titka Jankai Bélának? Miért szeretik ennyien, miért szeretitek ennyien? Bozasztóan sokoldalú. Mindenben nagyon beleáll. Tehát bármilyen új produkciót is kitalálva nagyon beleáll. Próbamániás. Ezt ugye minden kollégája tudja, hogy próbamániás. Borzató tehetség. És tulajdonképpen nincsenek falak a stílusok között. Tehát olyan flottó pendlizik a stílusok között, hogy tulajdonképpen bármi jól áll neki, amihez egy zenekar csinál magának, hogy kitalál valamit. Én is izgulok, a Béla is izgul, mindannyian izgulunk. De hát ez tulajdonképpen egy betegség. Hát ha ezzel vagy verve, vagy állat, vagy te fölmész a színpadra is, nem akarunk rontani. Tehát rosszul nem akarunk játszani, pláne ma nem akarunk rosszul játszani. Soha nem akarunk rosszul játszani, néha rosszul játszunk. De az nem azért van, mert rosszul akarunk játszani. Tehát itt tulajdonképpen azért izgulunk, hogy mindaz sikerül, amit munkában beraktunk ebbe a produkcióba. Ez a Béla, ne arra, hogy Béláról hatványozottan is vonatkozik, mert ő aztán borzató sokat, sok munkát berakott ebbe az estébe. Egy életművész. Nagyon szeretem, 30 éve szinte együtt játszunk. És nagyon jó hangszeres, nagyon jó szervező, és nagyon jó barát. Évtizedeket kötöttünk össze Jankai Bélussal együtt, Viki Dágyoszival együtt, Vörös Pistivel, és Viki Dágyoszival. Szóval olyan felhozatal volt a mai koncerten, az elmúlt 50 évet visszapörgettem magamba. Azt mondtam, hogy ennél szebb a világon nincs.
Számomra elég csodálatos este volt a édesapámnak az 50. szülinapját, illetve igazából az egész pályafutását ünnepeltük a mai nap, és igazából nagyon büszke és örömteli ez számomra, hogy ilyen zenészekkel és énekesekkel együtt zenélhetek, illetve az édesapámmal is. Úgyhogy ez teljesen imádnivaló. Kihívásnak brutális kihívás, tehát azért mindannyian így a családban, meg hát így akik a színpadon voltak így ma este, azért látunk már egy pár csodát, de ilyen volumenű eseményt én szerintem még nem is éltem át így. Hát apukám, nagyon szeretlek és büszke vagyok rád, és még 100 évet élj legalább. Köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen. Illetve műsorunk péntek reggeltől megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán. Mára ennyi volt, de ne felejtjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. Na, viszontlátásra!